hallgatni akar a világ, Ferenc pápa a keresztény üldözésről beszélt. Leáll a körúti villamos, forgalmi rendváltozások a fővárosban. Terrortámadás Pakisztánban, két keresztény templomban robbantottak a tálibok. Köszöntöm Önöket, jöjjönnek a részletek! A keresztényeket üldözik, és ezt el akarja hallgatni a világ. Ezt mondta Ferenc pápa vasárnap az Úrangyala elimádkozása utáni beszédében. A Szentatya imádkozik a terror cselekmények áldozataiért, és könyörög a békéért. Az imádság előtti elmélkedésében Isten ingyenes és határtalan szeretetéről szólt. Ferenc pápa vasárnap Isten ingyenes és határtalan szeretetéről elmélkedett az Úrangyala elimádkozása előtt. Így szeret minket Isten, és ezt a szeretetet mindenek előtt a teremtésben mutatja meg, mondta a pápa. A teremtésben az Atya azáltal mutatta meg nekünk végtelen szeretetét, hogy életet adott nekünk, fiának szenvedésében és a halálában viszont a bizonyítékok bizonyítékát szolgáltatta, eljött, hogy a szenvedést is vállalja és meghalljon értünk. Így nagy Isten irgalma. Ő szeret minket és mindig megbocsát nekünk, fejtette ki Ferenc pápa. Az Angelus után a Szentatya kifejezte mélységes fájdalmát a hétvégi pakisztáni terrorcselekmények miatt, amelyeket két templom ellen követtek el. Az egyházfő azt mondta, keresztény templomokról van szó. A keresztényeket üldözik. Testvéreink vérét ontják pusztán azért, mert Krisztus követők. Esedezve kérem az Urat, minden jó forrását, adja meg a béke és egyetértés ajándékát, hogy ez a keresztény üldözés, melyet a világ igyekszik elhallgatni, véget érjen, és béke legyen, imádkozott Ferenc pápa. Az irgalmasság rendkívüli szent évét hirdette meg Ferenc pápa 2016-ra. Ferenc pápa a nagybőjti bűnbánati szertartáson meghirdette az irgalmasság szentévét, mely az év december 8-án a szeplőtelen fogantatás ünnepén veszi kezdetét a Szent Péter Bazilika szent kapujának megnyitásával, és 2016. november 20-án Krisztus király ünnepén zárul. Az év egyben jubileumi esztendő is, a II. Vatikáni zsinat zárásának 50. évfordulója. A bejelentés Ferenc pápa megválasztásának 2. évfordulóján történt, amikor a Szent Atya délután 5 órakor a Szent Péter Bazilikában megnyitotta a már korábban bejelentett 24 órás imádságot bűnbánati liturgia keretében. A szent év megszervezését az új evangelizáció pápai tanácsára bízta Ferenc pápa, hogy mint mondta, a tanács úgy tudja majd végigvinni, mint az egyház úton levésének egy új szakaszát, betöltve a küldetést, hogy minden emberhez elvigye az irgalmasság evangéliumát. 70. évfordulóját ünnepli az Olasz Katolikus Tanárok Vezetők Nevelők Szövetsége. Ebből az alkalomból fogadta Ferenc pápa a szervezet közel 2000 tagját. Beszédében arra buzdította őket, hogy szeressék még jobban a problémás diákokat. A nagynevelők példái közül a pápa kiemelte Don Boscót, akinek megemlékezett születésének 200. évfordulójáról. A Szent Atya fogadta a Szegimi, azaz a Köves Engem olasz egyházi mozgalom 400 tagját is a hétvégén. A közösség, amely a II. Vatikáni zsinat tanításának sugallatára kezdte élni az engedmények nélküli evangéliumot, fennállásának 50. évfordulóját ünnepli. Legyetek elsőnként világi keresztények, fogalmazott a küldöttséghez intézett beszédében a pápa. Márciustól tovább bővült az első közösségi katolikus televízió, a Bonum TV lefedettsége. Így az Antenna Hungária, a PR Telekom, az Invitel és most a TAR kábeles platformjain, valamint év elejétől 50 műsorterjesztő társaságot tömörítő nemzeti műsorterjesztő klaszter tagjainak kínálatában is elérhetővé vált a csatorna. Mostantól a katolikus televízió műsora valamennyi közepes és számos kisebb szolgáltató kínálatában megtalálható, de hamarosan tovább bővülhet a csatorna lefedettsége, mivel jó ütemben haladnak a tárgyalások a UPC-vel is. A Bonum TV adományvonala a 13690-es hívószám már tárcsázható az Invitel mellett a UPC szolgáltatótól is. Budapestre érkezett a Mária Pócsi könnyező szűzanya kegykép. Az Istenszülő kegyképet ünnepi menet kísérte a Szent István Bazilikába, ahol Erdő Péter bíboroskon celebrált szentmisét. Ünnepi menet kísérte a szűzanya kegyképét a Szent István Bazilikába vasárnap, amikor a 16 állomásos zarándok útján a fővárosba érkezett.
Miután elhelyezték a kegyképet a bazilikában, Kocsis Fülöp hajdúdorogi megyéspüspök vezetett görögkatolikus liturgiát. A Mária Pócsi könnyező Szűz Mária kegykép tiszteletére Erdő Péter bíboros, Kocsis Fülöp hajdúdorogi megyéspüspökkel, Keresztes Szilárd nyugalmazott hajdúdorogi megyéspüspökkel és Snell György esztergom budapesti segédpüspökkel a bazilika plébánosával koncelebrált ünnepi szentmisét. A magyarok nagyasszonya nem hagyta el népünket, mondta a bíboros, majd az evangéliumhoz kapcsolódva úgy fogalmazott, az irgalmas Isten személyes szeretete örök életünk és boldogságunk biztosítéka. Ez a hitünk lényege, és erre emlékeztet a feszület otthonainkban, templomainkban és mindenütt. A kegykép a könnyezés és a Mária Pócsi görögkatolikus kegytemplom zarándok helyé válásának 300. évfordulója alkalmából indult országjárásra. A 16 állomásból álló körút után március 24-én érkezik vissza Mária Pócsra. Készül a kézzel másolt Biblia. A könyv ritkaság jelenlegi helyzetéről a kezdeményező Benyik György szegedi plébános nyilatkozott a Bónum híreknek. Az új szövetségi szentírás kézzel írott példányának népszerűségén felbuzdulva Benyik György plébános, a szegedi biblikus konferencia elnöke Magyarok Bibliája néven elindította az Ószövetség másolását is. Az utóbbi is sikeresnek bizonyul, még 6-8 könyv másolására várnak jelentkezőket. Az új szövetségi szentírás másolásában több mint 1000 fő vett részt, az ószövetségi példányhoz 10 000 ember szükséges. Minden a másolással kapcsolatos információ megtalálható a szegedi Szent Gellért plébánia honlapján. A másolatok elkészültének határideje pünkösd vasárnapja, nyilatkozta Benyik György a Bónum híreknek. Hozzátette, szeretné, ha ünnepi szentmise keretében vinnék el Szegedre az ország minden területéről a kéziratokat. Az elkészült kézzel írott Bibliát zarándokok egy csoportja viszi majd el Ferenc pápának, de természetesen itthonra is marad belőle példány. Ebben a másolásban fog majd beteljesedni az a munka, amelyet a Tarjányi professzor a Jeremos Biblia Társulattal elindított a Biblia olvasók körében, és azt hiszem, hogy meg lesz az a 10 000 ember, aki ezt másolni fogja. Megrongálták a Szent Gotthárdi katolikus templom kapuját. Purhabbal fújták körbe, hogy nehezebben lehessen kinyitni, és egy Isten is megpihent a 7. napon, pihenjetek ti is felirat jelent meg. A templommal szemben térfigyelő kamera van, így könnyű lesz megtalálni a tettest, akit rongálásért vonnak felelősségre, írja a nyugat.hu online oldal. Ünnepi programsorozattal emlékeznek meg Magyarországon is Szent Patrikról, az írek védőszentjéről, halála évfordulójától közel egy héten át. Március 17-e Írországban nemzeti ünnep. Budapesten 17-én este a G3 rendezvényközpontban a The Morrigans hazai ír steptánc csoport és az Ekletika együttes programjai nyitják meg a rendezvénysorozatot. Március 20-án a budapesti nyitott műhelyben zenés irodalmi estet tartanak. 21-én a Fonóban ismerhetik meg az ír kultúrát, és az ünnepségsorozat zárásaként vasárnap Szent Patrik napi felvonulást tartanak a belvárosban, amit zenei fesztivál követ 20 fellépő közreműködésével. 14 klaszter nyerte az új Széchenyi terv akkreditált innovációs klaszter pályázaton, jelentette be Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter a címet átadó rendezvényen. A tárcavezető kiemelte, összesen 495 vállalkozás vesz részt ezekben a klaszterekben, köztük 435 kis- és középvállalkozás, több mint 58 000 embert foglalkoztatnak, és árbevételük megközelíti a 2500 milliárd forintot. Varga Mihály hangsúlyozta, a tagvállalatok termékei és szolgáltatásai nem csak belföldön, hanem a külpiacokon is sikeresek, hiszen árbevételük több mint fele az exportból származik. A most oklevelet átvevő klaszterekkel együtt az akkreditált társulások száma 32-re emelkedett, amelyek összesen 1029 vállalkozás napi működését hangolják össze. Hétfőtől 8 hétre megváltozik a 4-es és a 6-os villamos menetrendje, a Széll Kálmán tér felújítása és a budai fonódó villamoshálózat kiépítése miatt. A villamosok helyett pótlóbuszok közlekednek az Oktogon és a Széll Kálmán tér között.
A Várfok utcai töltés átépítése miatt több hónapra lezárják a Szél-Kálmán téri villamos alagutat is. Ezáltal a 18-as, az 59-es és a 61-es villamos ideiglenes végállomásától a teret a Vérmező utca felől új ideiglenes lépcsőkön keresztül lehet megközelíteni. Még átszálláskor a 61-es villamos másik ágához gyalogosan a Krisztina körúton lehet eljutni. A tér felújításának munkái 2015. január 12-én kezdődtek el, a teljes rekonstrukció 2016 tavaszára fejeződhet be. Robbantások történtek két keresztény templomban Pakisztán keleti részén. A gyors egymás utánban történt robbanások a vasárnapi mise idején történtek. Az esetnek 10-nél több halálos áldozata és több sérültje is van. A pakisztáni tálibok egyik frakciócsoportja vállalta magára a terrorcselekményt. Ferenc pápa az úrangyala elimádkozása után mély fájdalmát fejezte ki a terrorcselekmények miatt. Tömeges erőszak áldozata lett Indiában egy 71 éves szerzetes nővér. Az elkövetők betörtek az iskolába és az intézmény működtető rendházba, megrongálták a tárgyakat, elvitték a talált készpénzt, számítógépet és mobiltelefont. A nővért az eset után a mentő kórházba szállította. Vasárnap az ország katolikus templomaiban imanapot hirdettek. Becslések szerint Indiában 20-22 percenként nemi erőszak áldozatául esik valaki. Sok nő nem is fordul a hatóságokhoz. Ökumenikus békemenetet tartottak Brüsszelben. Civil és vallási szervezetek ugyanis március hónapot a Nemzeti Tolerancia hónapjának nevezték ki. Vasárnap a belga főváros központjában különböző keresztény, zsidó, muzulmán és szekuláris egyházak, valamint közösségek tagjai, vezetői vonultak végig. Nagyon fontos, hogy üzenetük eljusson minél több, főleg arab országba. A békés egymás mellett élés a gyakorlatban is működhet a világ bármely államában, mondta a keleti keresztény egyházakat tömörítő belga szervezet elnöke. A békemenethez nem csak az egyházak képviselői tagjai, hanem civil és gyermekszervezetek is csatlakoztak. Híreink végén ajánlom figyelmükbe a már említett Szent Patrik napi programsorozatot, mely kedden veszi kezdetét a G3-as rendezvényközpontban a The Morrigans hazai ír steptánc csoport és az Ekletika együttes fellépésével. A Bonum híreket látták, ha tehetik, támogassák televíziónk missziós munkáját. A Bonum TV adományvonala a 13690-es hívószám már tárcsázható az Invitel mellett a UPC szolgáltatótól is. Ha hírük, videójuk vagy fotójuk van, osszák meg velünk. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!